Súlyzóval vagy éppen saját testsúllyal végzett gyakorlatok. Zajlik a privát edzés az egyik szekszárdi fitness stúdióban. Szemesi Judit heti kétszer jár fitness órára, elsősorban zsírégetés céljából. Leszeretné adni a karantén alatt felszedett 4 kilót. Próbálkoztunk az otthon edzéssel is, de az nem jött össze. Tehát amikor az egész család otthon van, gyerek, pici gyerek, nagy gyerek, nem lehetett tornászni. Többen jelentkeztek privát edzésre az elmúlt hónapban az edzőhöz, mert úgy látták, hogy egyedül nem tudnak megszabadulni a járvány alatt felszaladt kilóktól. A csoportos edzésekre azonban kevesebben járnak, mint a koronavírus járvány előtt. Május 5-én kezdtük el mi a privát edzéseket újra itt a teremben, a csoportos edzéseket pedig 11-én, és az az igazság, hogy még nem igazán tért vissza az összes vendég. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, a TÉT Platform Egyesület és a Debreceni Egyetem közös kutatása szerint a járvány alatt sokan sütöttek, főztek, kevesebbet mozogtak. Emiatt átlagosan 1 kilót hízott a magyar. Természetesen egy átlag, hiszen volt olyan, aki kihasználta, akit itt több szabadidőt plusz testmozgásra. Ők közülük nagyon sokan fogytak is, és a mintában csak nem 10% olyan válaszadó volt, aki pedig nem 1 kilót hízott, hanem több mint 4 kilót. Leves, zsírszegény hús krumplifőzelékkel, vagy éppen sovány tejfőlel készült zöldbabfőzelék. Ez volt a Balassa János kórházban a minap a diétás menü. A dietetikus azt mondja, változatos, egészséges étrenddel, rendszeres mozgással a cukros üdítők és nasolnivalók, zsíros ételek mellőzésével lehet legkönnyebben megszabadulni a plusz kilóktól. A zöldségeket, gyümölcsöket, teljes értékű pékárukat, liszteket, ilyeneket érdemes fogyasztani, és hogyha az ember figyel arra, hogy ezeket változatosan egye, akkor egy egészséges embernek nincs szükség arra, hogy ezeket megszorítsa, tényleg a hozzáadott szénhidrátokat jobb minél inkább kitenni az étrendből. Az elhízottak aránya Európában a felnőtt lakosság körében Magyarországon a legmagasabb, globálisan pedig az Egyesült Államok, Mexikó és Új-Zéland után a 4. helyen állunk.